Na, sziasztok, kedves barátaim! 2024. február 8-án vagyunk, és eljött a magvetés ideje. Megmutatom a magokat, amivel az idén fogok menni. Itt van Kincsőnek, még mindig megvan az az acskaja, amit kapott. Mi van itt? Annak tavaly is megvan. No! A házat a következő. Az idén kipróbálok egy pár új magot is. Teszek Trajan F1-es Pritomin paprikát. Ezt láttam, hogy mivel Szabadföldben lesz. Teszek Napoka F1 paprikát, akkor vettem ilyent, hogy Kurtovska kápia. Így. Akkor ezek a tavalyiak csak megvannak, tavaly előttek. Vettem paradicsomot, az Oltenna F1-et. Ezt nem hagyom, mert ez nekem bevált. Vettem ezt a bulgár paradicsomot, Prekos F1. Mert úgy néztem én, hogy nagyon-nagyon korai paradicsom. Nagyon korai, és ez a csücskös paradicsom, ha minden igaz, kíváncsi vagyok, hogy bevall-e nekem. Bulgár fajta paradicsom. És itt nálunk ez szokott megjelenni előre a piacon. Ilyen csücske van, és ilyen finom. Tehát az idén melyek az Oltennával, amit nem hagyok el, a Prekosszal. Most 3 éve ültettem, volt 3-4 éve, egy olyan paradicsomot, hogy Gittia. Na, a Gittiával nagyon megvoltam, aval is elégedve. Tavaly nem ültettem, tavaly előtt sem ültettem Gittiát. A Gittiával az volt a helyzet, hogy folyton növő karós paradicsom, Szabadföldre, fóliasátorba, hatalmas bogyójú, 250-300 grammos. Pogácsa paradicsom, mely nagyon jó ízű lédűs gyümölcsöt terem. A nagy méret ellenére nem hajlamos repedésre. Hogy mi volt a Gittiával? A Gittiával úgy képzeljétek el, olyan szára volt, annyira vastag volt a kórója, a szára, mint a krumplinak, mint a pityókának. Olyan kemény volt, én még olyan kemény szárú paradicsomot nem láttam. És visszatérek az idén a Gittiára. Akkor van egy ilyen sherry paradicsomom, red pear, piros körte. Ezzel csak azt csinálom, hogy teszek be egy próbát, mert ez a mag, én megvettem volt ezelőtt pár évvel, és megfeledkeztem én róla, és lejárt 2022-ben. Hányban vagyunk? 24-ben. 2 éve lejárt, de még adok neki egy esélyt. Most kaptam meg, és az idén adok egy esélyt. Tehát meg lesz akkor meg 2 kápiával, a gogossal, a tavalyiakkal, tavaly volt a Saint-Pierre, nem voltam megelégedve vele. Nem az, hogy nem lett minden, de valahogy kevesebben itt nálam nem, annyira nem imádta. Volt ez a kápia, ami tavaly nem bújt ki egyáltalán egy szem sem. Az a Dumbo, akkor mit is, mi volt még tavaly? Megnézem. Oltenna F1, ugye ezt nem hagyom, ez volt ez a tökéletes paradicsom. Volt a Ruxandra, hát szép volt, én nem mondom, de a Ruxandrát kegyetlenül hamar leütte a ragya. A Ruxandrát valami érzékenyebb volt a betegségre, tehát ahogy kipalantaltam, marra kicsi időre ma kezdte csinálni az eszit. Ott a Drops, ez a Drops cukorka paradicsom, tehát ez jó hamar ért, csak most az idén egyet nem teszem. Sherry, nagyon korai folyton növő, de nem foglalkozok az idén vele. Ott a Buza 22, hát jó volt. Ez is jó volt, egy kicsit később ért, azért hagyom az idén el. Akkor igen, és mi is volt még, Istenem? Volt a Pritomin paprika. Hát, hogy is volt a Pritominnal? Nagyon jó volt.
nagyon sokat termett a pritamin, tavaly volt egy kegyetlen problémám. Kegyetlen. Valami, így látszik-e így, ahogy van a pritamin. Valami bogar lyukasztotta meg így a felső feléket. Értem-e? Tehát ugye, hogy volt a növényen, a száram, szépen a gyönyörű szép pritamin, ma a zöld korába valami így lyukasztott bele. Az idén oda fogok ügyelni erre. Volt a csipős, az idén elsze nem teszek. Ez mi is? Ez a 3 éve az oltennám. Na jó, emberek. Az olvaró F1, ezt 2 éve ültettem. Ez is korai hibrid folyton növő. Evel is megvoltam, de hát mindent most nem tehetek, mert kicsi a helyem. Most egy 3 éve voltam. 3-4 éve volt az A55-ös. Ez is elég jó volt. Na de ezt elrakom. Most csak azt mutatom, amivel megyek az idén. Na most már. Ugye megvannak paradicsomok. Oltenna a prekosz. A prekosz azért már szuper korai, ha minden igaz. Szuper korai. Gitti azért már hatalmas és hatalmas bokra van, nagyon kemény. Az oltenna azért már szeretem, bevált nálam. És ez a mikor volt csomagolva, 2017-ben. Ez a próba valami. 17, 5 éve. Na, júj, na lássuk, mire képes a paradicsommag. Azt a szerelmit 2017, 3-7 éve volt csomagolva. Édes Istenkém. Most egy kérdés hozzátok, ha valaki... Valamivel nem vagyok én kibékülve, mivel nem vagyok nagy kápia, paprika. Paprika, sokat én nem foglalkoztam vele. Ugye ezt láttam a Trajan F1-et a napokat, amivel megyek. Van ez a Kurtovska. Kurtovska kápia. Kurtovska. Hát Kurtovska, ez se nem magyar, se nem román, az egyszer biztos. Annyit látok. Kurtovska, ez nem talál. Sem magyarnak, sem románnak. És sokkoló, amit ír rajta. Tehát nem jó, hogy higgyem. Ha valaki ültet egy kurtoszkát, az én nem bánom, ha megírja nekem, hogy ez igaz. Tenyész ideje 75-80 nap. 75-80 nap a tenyész ideje? Hát, nem, mert ez túl korán van, nem? Nem hiszem. És ugyanígy írja románul. Németül, eska, nem tudom miféle, bulgárul. 75-80 nap a tenyész ideje. Tehát 75-80 nap alatt nekem már kápiám kell legyen. Hát az 75 nap, az 2,5 hónap nem létezik. Nem létezik. Itt valami el van írva. Ezeken nem írja, de tudom, hogy ilyen 140 napokról van szó a kápjánál, s a pritaminnal, ember, nem 75 nap. Lássuk, hogy melyik paradicsomon írja-e. Nem írja a prekoszon, de látszik, hogy május, június. Az oltenal írja-e. Nem írja ennek se tenyész idejét, de mutassa, hogy júliustól novemberig. Na, evel nem vagyok kibékülve. Júliustól novemberig a gittia is. Na, evel nem vagyok kibékülve a Kurtovska kápiával. Hogy lehet egy kápiának tenyész ideje 75-80 nap? Túl rövid. Ha létezik, akkor ez a világcsúcs. Szerintem ez világrekord, nem? Kápiának mit szóltok? Hát ez nem tudom, én mind nagyon hosszú tenyészi. Azért fogok neki most ma, ne ültetem el a magocskalkot szépen, hogy lássam, mi a helyzet. Mert túl rövidnek tartom a 75-80 nap tenyész időt. Ezen nem írja ezen a napok F1-en, csak láttam videókat a YouTube-on, más termelőktől, és olyan szép termésük volt vele a napokkal, halljátok-e, hogy ledöbbentem, és kint volt az is a kertbe.
Hol csinálják ezt a magot? Ki csinálja? Hol? Agroszer, Kolozs megye. Kolozs megye. Kolozsváron. Na. Na így. Erre vagyok kíváncsi. Na így, barátaim, fogunk neki. Most nem teszek fel videót, ahogy a magokat szépen rakocsgatom. Vissza tudjátok nézni, aki akarja a tavalyról. Na, ennyi lesz, barátaim. Sziasztok! Még jelentkezek a keléssel, lassan melyik hogy viselkedik. Főleg ez, amit elfeledkeztem róla. És 7 éves mag. 7. 7. Ez maga a csúcs. Ez a mindennek a csúcsa. 7 éves mag. Ez, ha kikál, akkor azt jelenti, hogy... Hát, hogy csúcs ez a pali. Na jó, na sziasztok!